Még a nap is azokra a fiatalokra ragyogott, akik önként vállalták, hogy tesznek környezetükért és segítenek másoknak. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció a három történelmi keresztény egyház szervezésében valósul meg 2007 óta. A fiatalokat megszólító összefogás Németországból indult, hazánkban pedig először a győri és a szombathelyi katolikus egyházmegyében hívták életre. Az idei akció zömében középiskolás résztvevői segítettek a Lukács Sándor iskolának, a Győr-szigeti templomnak és a kórháznak, de lefestették a Szivárvány óvoda kerítését is. A 72 órának alapból az a célja, hogy a 14 és 35 év közötti korosztályt szólítsuk meg. Jellemzően középiskolások vesznek benne részt, főként azért ugye az iskolai közösségi szolgálat miatt, de én azt gondolom, hogy mindenféle korosztályból találunk résztvevőket, tehát egyik évben volt, hogy Nógrád megyében óvodások is önkénteskedtek, illetve két éve Győrbe pedig egy nyugdíjas klubnak a tagja is bekapcsolódtak a mozgalomba. Az idei akcióhoz az Apor Vilmos, a Lukács Sándor, a Jedlik Ányos és a Deák Ferenc középiskola, valamint a Bartók Béla általános iskola csatlakozott. A három nap alatt a diákok nem csak a közösségért tehettek, hanem önmagukért is, hiszen megtapasztalhatták, hogy mekkora örömet jelent másoknak segíteni. Jó dolog másoknak segíteni, ez egy belső jó érzés, hogy segíthetünk másoknak, és hogy ezt megtehetjük, és az óvodásoknak is jó lesz, hogy szép a kerítésük, és akkor milyen büszkék lehetnek arra, hogy nekünk milyen szép óvodánk volt, és akkor mi visszajönnek nosztalgiázni, hogy igen, ez nagyon jó óvoda volt, és itt megérte jönni, mert minden jó volt. És ezt megértjük örömet ezeknek a kicsiknek, hogy ezt megoldhattuk nekik, és hogy közösségnek is segíthetünk, és összedolgozunk, és meg lesz nekünk. Nagyon jó ez így. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű akciók keretében az önkéntesek olyan feladatokat látnak el, amelyek iskolai közösségi szolgálatként is végezhetők. A mozgalom erejét mutatja, hogy olyan ismert emberek álltak mellé, mint Böjte Csaba ferences szerzetes, Kovács András Péter humorista, vagy éppen Lackfi János költő. Az idei rendezvény fővédnöke, Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője volt.